Sokan azt gondolják, az innováció és a technikai útkeresés csak a fővárosban összpontosul. Megmutatom, hogy ez mennyire nem igaz. Útra kelünk, ez itt a Brain Bar és a BMW i3 közös road movie-ja, az Innováció 260. Ma a Growberry-vel ismerkedhetünk meg, akiknek egy elég szerethető víziójuk van. Képzeljünk el egy világot, ahol növényi alapú ételeink a lehető legfrissebben kerülnek asztalunkra, ahol a növények nem találkoznak vegyszerekkel. El is indulunk Vas Antival. Szóval elhagytuk Budapestet, beültünk a BMW-be és csapatjuk egészen pontosan. Egészen pontosan Velencére tartunk, mivel Fejér megyébe tervezzük majd felállítani a gyártókapacitásunkat. Fejér megye azért egy nagyon jó pont, mivel nagyon jó infrastruktúrával rendelkezik ugye az autópálya szempontjából. Útközben megállunk egy nagy gyümölcsös és egy hatalmas napraforgó tábla mellett, mert Anti mutatni szeretne valamit. Most itt vagyunk egy mezőgazdasági területen, ahogy ott látható például egy gyümölcsös, ami abból a szempontból hát egy kicsit csípős koncepció, hogy... Olvasd már fel hangosan, mi is van oda írva? Konkrétan az olvasható ott, hogy méreggel permetezve belépni tilos, életveszélyes, és hát ezt egy halálfejes koponya szimbóluma erősíti meg. Az öntözött víz az a talajrétegnek olyan mélyebb szintjére kerül, ahonnan már nem képesek a növények felvenni, amit pedig ugye próbál az úgymond ipari mezőgazdaság műtrágyázással például ugye helyettesíteni. Még egy vegyi anyag, igen? Így van, ami pedig abból az a probléma, hogy ez mennyiséget terem. Alapvetően felfújja a növényeket, mint egy lufi tulajdonképpen. Az a mezőgazdaság, ami 10-100, akár 1000 évre visszamenőleg használ föl technológiát, és a szokásokon alapszik, az ugye szezonalitásra és az évszakok ciklikusságára alapozódott, amit a jelenlegi éghajlatváltozás teljesen fölborít. Ezt pedig valahogy meg kell, hogy oldjuk. Erre ad választ a Growberry. Ez egy kontrollált növénytermesztésre képes otthoni berendezésnek az első prototípusa. Amit látsz bent, a LED, ami a napfényt pótolja. Ennek van egy minden növénynek, minden életciklusának megfelelő, optimális színösszetétele. Ebben van virágföld? Nincs egyáltalán. Ez úgynevezett hidrokultúrás termesztési módszer, vagyis termőföldet egyáltalán nem használunk. Ennek az az oka, hogy a termőföld nagyon sok kockázatot hordoz magában, lehetnek benne különféle fertőzések, kórokozók és így tovább. Azzal, hogy mi szabályozzuk, hogy milyen tápanyagok vannak a tápoldatban, azzal azt is befolyásolni tudjuk, hogy a növényeknek milyen tápanyagtartalma lesz. A magyarországi paradicsom-paprika termesztésnek a 80-90%-a gyakorlatilag ugyanúgy hidrokultúrás termesztéssel üvegházakból kerül megtermesztésre. Tehát bár nem sokan nem tudunk róla, de már most is hidrokultúrás módszerrel termesztett paradicsomot és paprikát fogyasztunk napi szinten. Van egy ilyen számításotok? Egy paradicsom, ennyi deciliter víz. Ami egyébként szabad földön lenne, ennyi liter. Van ilyen? Abszolút van. A szabadföldi termesztéshez képest ez az 5%-át használja ennek a vízmennyiségnek. 5% vagyis a 20-ada. A Growberry technológiája épp úgy, mint az elektromos autók elterjedése, segít újraértelmezni azt, ahogy a társadalom a környezetről gondolkodik. Ez a fenntarthatóság.